2019 közepén Magyarországra is megérkezett az új Ford Ranger Raptor, amelyet volt szerencsén kipróbálni offroad pályán is, homokos talajon, illetve Horvátországban kavicsos pályán is, és bizton állíthatom, hogy minden körülmények között jól bírja a strapát az autó. A Ford Ranger Európa legkedveltebb pick-upja, 2019 első negyed évében 13.600 darabot adtak el belőle a kontinensen, és Magyarországon pedig a pick-up piacot 45,5%-ban uralja. Egy monumentálisabb autóról van szó, mint a sima Ranger. Egyik ilyen különbség az, hogy egy 60%-kal merevebb acéllemez védi a motort a különböző sérülésektől, illetve felverődésektől. Elől xenonlámpák találhatóak, ami most nem látszik, mert ugye már teszteltük az autó terepen. Nagyon stabil és nagyon praktikus oldalsó fellépő segíti az autóba beszállást, ami szerintem nagyon jól is áll a kocsinak, és védi is az autó oldalát ugyanúgy a különböző kavicsfelverődésektől, illetve sérülésektől. Az autó hasmagassága az 28 cm, a gázló mélysége pedig 85 cm, bármit tudunk benne szállítani, anélkül, hogy sérüléseket okozna az autó hátuljában. A plató szélessége egyébként 1,5 méter, a hosszúsága pedig szintén 1,5 méter. Az autó teljes hosszúsága vonóhoroggal együtt több mint 5 méter, a teljes szélessége pedig tükrökkel együtt több mint 2 méter, teljes magassága pedig megközelíti a 2 métert, 1,87 méter. Az autó saját tömege 2510 kg, és maximum 620 kg lehet a legnagyobb terhelése. 213 lóerős, papíron 170 km/h a maximális sebessége, viszont autópályán kipróbáltuk, és a 160-170 kilométert simán vitte a kocsi úgy, hogy alig éreztük, hogy ennyivel megyünk. Egyetlen hátránya van a fogyasztás, ugyanis 12,5 liter fogyasztása volt a kocsinak egy olyan 500 kilométer autópályán való utazás után, úgyhogy nem feltétlenül ilyen hosszabb távokra ajánlott az autó. Ha vegyesen használjuk az autót, akkor 8,9, de szerintem inkább 10 liter körül lehet a fogyasztása. Az új Ford Ranger Raptor a fék lenyomásával és a start-stop gomb megnyomásával indul el. Az autóban egy 10 sebességes automata váltó található, és a kormányon pedig található egy gomb, a mód gomb, amivel 6 fokozatot tudunk kiválasztani az autón, attól függően, hogy milyen terepen vagyunk. Ez lehet akár normál, sport, füves, havas pálya, tiklás, homokos pálya, vagy pedig a Baja üzemmód, amelyik egy amerikai terepversenyről lett egyébként elnevezve. Az új Ford Ranger Raptor egyik legnagyobb hátránya az, hogy hosszú utakon, ahol számít a sebesség és gyorsan kell mennünk, ott nagyon sokat fogyaszt, viszont a kocsi nem is feltétlenül erre lett kitalálva. Az autó egyébként bruttó 16 millió forintba kerül, az a dupla kabinos változat, tehát nem egy olcsó mulatság. Akinek nem elég a sima Ford Ranger és egy annál sokkal keményebb, monumentálisabb autót szeretne, annak ez tökéletes választás lesz.